Sziasztok! A mai videóban ismét Spirit Untamed, vagyis szilai zabolátlanok zsákbamacskákat fogunk bontogatni, de ez nem akármilyen zsákbamacska, hanem a második széria, aminek én nagyon örülök. Talán emlékeztek az első széria bontása alkalmával, megjegyeztem, hogy milyen feltűnően rá van írva az acskóra, hogy ez az első széria, és milyen jó lenne, ha lenne második. És nem is kellett rá olyan sokat várni. Itt van a második széria vadonatúj pacikkal. És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyenek lesznek ezek a pacik. Én ezeket még csak online webshopon láttam, úgyhogy gyorsan rendeltem is belőlük. Ezáltal nem tudtam ugye a számukat sem megnézni, mert ugye az első szériához hasonlóan ezeknek is vannak bizony számaik az acskó hátulján. És ezt a kibontás után sem néztem meg, szóval fogalmam sincs, hogy vesz-e benne egyforma. Úgyhogy itt minden most meglepetés. Úgyhogy ugorjunk is fejest, mert 13 paci vár rá, hogy kiszabadítsuk őket a zacsiból, és megnézzük őket, hogy néznek ki ebben az új szériában. Most a zacskó sokban nem változott, a kép egy kicsit különbözik az első szériáitól, viszont a hátoldala annyiban más, hogy teljesen ilyen türkiszkék. Zöldes-kékes színe van. Ugyanúgy rajta van a kukucskáló ablak, elől is, és most már hátul is van egy, úgyhogy kicsit könnyebb kukucskálni, ha valaki nagyon szeretne. És ahogy elnézem, nagyon sok virágot, meg ilyen ünnepi díszítést látunk itt a képen. Hogy vajon mi lehet ennek a témája, azt nem tudom, de mindjárt megnézzük, hogy néznek ki a pacik. Egy virágkoronát már találtam is. A lovacskánk nem más, mint szilaj, vagy spirit, ahogy tetszik. És wow, mi ez az új póz? Nagyon tetszik, gyönyörű, szuper, jó, ilyen kis ágaskodó pózban áll. És ahogy nézem, neki fonott a sörénye. Hát ez nagyon cuki. És akkor van hozzá ez a kis korona, amit a checklist alapján... A checklist az különböző, mert most itt nem a mozis plakátot látjuk a háttérben, vagyis a hátoldalon, hanem ezt a sok-sok betűt, faltól falig szöveg. És akkor itt van maga a checklist. Ó, pasztell lesz most a Chase figuránk. Van itt egy csomó-csomó új karakter. Az a helyzet, hogy én láttam a mozifilmet, de ugye nem nagyon lettek bemutatva nekünk ott új lovak. Úgyhogy nem tudom, hogy ezek a karakterek honnan származnak. Lemaradtam valamiről a sorozat kapcsán, vagy... De hát ez nem a sorozathoz készült, úgyhogy nem tudom, hogy honnan jöttek ezek a pacik. Minden esetre látok itt egy csomó új nevet. A kép szerint pedig Spiritnek a nyakába kerül ez a sok virág. Nagyon cuki. És aki kíváncsi egyébként, Spirit a 84-es számú zacsiban van. Lássuk ki a következő. Öpp, még egy Spirit, oké. Okay. Jó, olyan hány Spiritünk lesz? Nem, ő új, oké. Okay. Ő sárga kis virágot kapott. És... Jaj! De érdekes, ilyen kicsit metálos színe van neki. Nem nagyon látszik a kamerában, pedig igazából nagyon úgy néz ki. Cuki, hogy ilyen kis csukott szeme van. Hát nem is tudom, ő ilyen... Talán ugró pózban van. Nem hinném, hogy éppen hátra rúg, az kicsit erős lenne. De olyan kis boldognak tűnik, úgyhogy lehet, hogy örömében rugdalózik, a fene tudja. Ő minden esetre Bandit, és neki is a nyakába kerül. Milyen jó pofán fonottak ezeknek a paciknak a sörénye meg a farkincája. Ez valami, ami abszolút újításnak számít. Az első széria után. Hát, rettenet cuki. Na, lássuk a következő. De, oké, még egy Bandit.
Lássuk a következőt. Ja, tényleg, azt azért elmesélem, hogy Bendit a 62-es számú zacsiban volt. Azt mondja, hogy ő új, oké. Neki is sárga színű virágai vannak. Hirtelen azt hittem, hogy ez is spirit. nagyon közeli a színe neki. És ő ugyanabban a pózban van, mint Bendit, csak az egyik szeme csukva van, a másik szeme pedig nyitva, és ez nagyon-nagyon cuki. Gingerbread, nagyon édes, és neki a fején van ez a virágkorona. Valahogy így talán. Haj, de édi! Tiszta cukor. Na, lássuk, ki van még. Hey, ez a Chase. Ehhez nem jár virág. Szerintem ez az. Szerintem megvan pasztel a Chase. Paci. Jaj, de szép. Ó, de cuki, de cuki. Ő is ugyanabban a pózban van, mint Gingerbread, vagy Bendit. Neki is egyik szeme csukva van, a másik nyitva. És ugyanúgy fonott kis sörénye és farkincája van, de ebben a farkincában van itt egy sötétebb fonás. Nagyon édes. És ő mit tud? Ő elvileg színváltós. Vagy legalábbis a farkincája, mintha színváltós lenne. De jó! Na, lássuk, ki van itt még. Ó, ő is új, oké. Kiszabadítom innen. Ő olyan pózban áll, mint Spirit, és ágaskodó paci. Ő pedig nem más, mint Chocolate, és neki is a fején van a kis virágkorona. Haj, mennyire édi! Vajon mi közük lehet egymáshoz? Olyan hasonlóak. Lássuk, ki van itt még? Remélem, nincs már sok egyforma. Na, ő új. Hú, de cuki vagy. Aki olyasmi színe van, mint pasztelnek. Csak nem egészen. Jaj, de szép! Ő egy egészen más pózban ágaskodik, mint Spirit vagy Chocolate, és neki is van három fonás is a sörényében, és egy nagy fonás a farkincájában. Ő, ha jól sejtem, Topanga, igen, és neki kék kis virágai vannak, ami ugye ide jön a nyakába. Már sikerül rárakni. Hát valahogy így. Nagyon édi. Na, még van egy pár, hátha. Oké, lett egy új Chase. Te ki vagy? Sokadik Spirit. Ő új, oké. Jaj. Ő itt letarolt mindent. Ez is egy nagyon cuki kis ágaskodó pacika. És... az ő neve Sagebrush. Ő ismerősnek tűnik nekem. És neki is ugye a fején van ez a kis korona. Már mennyire a fején marad. A kis sörényétől. Na, és elfelejtettem mondani, hogy melyik szám melyikhez tartozik. Hát, bocsi srácok, már nem tudom kisilabizálni. Hol ki is volt? Ő Gingerbread. Ő a 60-as szám. Őt még meg tudom mondani. Illetve... itt van a Chase, a pasztel, ő 64-es. Jó. És akkor még lássuk az utolsót. Ő pedig egy dupla Bendit. Na,
Na jó, hát őket sikerült bontani a mai Zsákba Macska bontós videó alkalmával. Nekem borzasztóan tetszik ez az új szett. Az első szériából is sikeresen kibontottam az összeset, úgyhogy mind a 10 paci megvan. Remélhetőleg ebből is sikerül majd megszerezni mind a 10-et. Így első ránézésre hát nyilván Boomerang Chicalinda hiányzik, és még rajtuk kívül még egy, úgyhogy összesen 3 darab. Nyilván 3 darab hiányzik, hiszen 7 van itt. Úgyhogy addig fogom vadászni őket, amíg ők is meg nem lesznek, hogy meglegyen mind a 20 paci mind a 2 szériából. Összesen írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik a második széria, nektek melyik paci tetszik a legjobban ezek közül, és hogy találkoztatok-e már valahol velük a boltokban, mert én egyelőre még csak online láttam, de valószínűleg ezek is majd begyűrűznek mindenhova, úgy, mint ahogy az első széria is tette. Ahogy elnéztem, az istálós szériából is lesznek majd új figurák, úgyhogy majd alkalomattán, ha találok olyat, akkor olyat is fogok rendelni. Remélhetőleg azzal kicsit nagyobb szerencsém lesz, mint az első szériából, majd kiderül, mert azért annyira nem olcsóak ezek a Zsákba Macskák. De mindenképpen bontani kell belőlük egy párat, megnézzük, hogy azok hogy néznek ki. Én imádom, hogy ezekbe raktak új pózokat, új pacikat, igazából a főhősök ugyanazok, de azon kívül mindenki vadonatúj, új karakter. És ezek az új pózok, ezek az ágaskodó, meg kis rugó, vagy ugró, nem is tudom, pózok, ezek rettentően édesek. Úgyhogy imádom az összeset. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!